Sziasztok, szerda van, és már is itt van a Hearthstone legújabb kocsmai bunyója. Ezen a héten mi magunk állíthatjuk össze, hogy milyen paklival szeretnénk nekifutni a kihívásnak. Jobb oldalon itt látjátok, hogy én egy mage paklival próbálkozom. Ezen a héten arról szól a kocsmai bunyó, hogy az első körbe egy manával indulunk, a második körbe hárommal, utána öttel, hittel, majd 9-szel, és a 10. körtől rendesen 10 manánk lesz végig. Én próbáltam úgy összeállítani a kártyalapokat, hogy 1, 2, 3, 5, 7 manásokat választottam be főként, illetve van egy pár 4 manás is, és egy 8 manás a Ronin is. Ugye abba bízok, hogy Ronint Antonidasszal jól ki fogom tudni játszani. Ronin ugye, hogyha meghal, akkor 3 darab egymanás Arcane Missile-t ad a kezünkbe. Ugye 10. körbe, hogyha kijátsszuk Antonidast és a 3 kártyát, amit kaptunk, varázskártyát, akkor 3 Firebolt fogunk a kezünkbe kapni. Meglátjuk, hogy ez a pakli mennyire fog tudni működni. És akkor ugye szokás szerint az első győzelem után egy klasszik pakkot fogunk kapni. Na nézzük is rögtön. Ugye ezeket a kocsmai bunyókat általában elsőre meg szoktam nyerni. Viszont ez az első olyan kocsmai bunyó, amit próbálok kommentálni is. Meglátjuk, hogy ez a széria mennyire fog most folytatódni, vagy megszakadni. Paladin az ellenfelünk. És én azt mondom, hogy... Ugye a Belchart azt egy kicsit későbbre tartogatom. A Flamewalker nagyon jó, tehát bármilyen varázslat után plusz 2 sebzés. Húzunk 3 kártyát. Úgyhogy... meglátjuk, hogy mennyire tudunk érvényesülni. Na, és már a 0. körbe agresszív az ellenfelünk. Jó, ezt elpasszoljuk. A 3. körbe vagy lapot húzunk, vagy pedig kijátszom a Flamewalkert, annak függvényében, hogy mit rak ki. Ó, megjött Roninunk. Nagyon jó. A következő körbe 5 manánk lesz, tehát akkor 2 tauntos kártya és akár egy lakhúzás is beleférhet. Hát így nem, sajnos. Pedig szép kezdés lett volna. Jó. Akkor húzunk 3 kártyát. És leszedjük itt a kis közkatonát, mert ugye a paladina szereti erősítgetni ezeket a kis 1/1-es lényeit, vagy bármelyik másikat is. Közben születelünk egy kis dinnyét. Ejj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 
Hát... vagy manakukacunkat felerősítjük, ameddig csak tudjuk. Vagy kijátszok Ronint, és reméljük, hogy ráharap, és nem silence-szerű le. Jó, próbáljuk így. The might of Dalaran has arrived. Ugye nem állunk valami túl jól, mert azért 2-5-5-ös sárkány, 4 fegyver, az egy kapásból 14 sebzés, hogyha annyira azt szeretné, illetve hát bármelyik lényemet nagyon könnyedén. Jaj, így meg főleg. Hú, baj van. Elég nagy baj.
Na nézzük csak, hogy hogyan is állunk 9 manával. Jó, hát először itt szájban szerünk egyet, az teljesen biztos. Jó. Szóval 1 meg 4 az 5. Hát akkor először egy manakukacot kijátszunk. Még lehet, hogy faceless manipulátorral érdemes lett volna valamelyik kártyát lemanipulálni, de... még egy taunt nem fér ki. Bár... Nem rakunk ki még egy tauntot, mert hogy van egy koncept, akkor... hogy gyakorlatilag majdnem minden lényünk elpusztul, úgyhogy nem... nem pazaroljuk. Hát, srácok, nincsenek jó előérzeteim, ami azt illeti. Viszont lemanipuláljuk Ronint. Az egyik sárkányától elköszönünk. És az a nagy kérdés, hogy még egy sárkány mindenféleképpen le kellene, hogy vegyünk, tehát őt. Jó, tegyünk egy tauntot. Lövünk is ennyit. Talán lövünk még egyet. Még egyet. Jó. Jaj, gyorsan lejár az időm, lejár az időm. Jó, hát jól még mindig nem állunk sajnos. És a Roninos kombót se úgy sikerült előni, ahogy szerettem volna. Jó, hát őtől a búcsú, Big Game Hunter muszáj egyszerűen. Hát igen. Hú, srácok, elsőre megvolt, mondhatni, hogy a lehetetlenből hoztuk vissza a meccset, és meg is kaptuk a klasszik pakkunkat, úgyhogy ezt gyorsan ki is nyitjuk. Ugye elég sok kártyám már megvan a klasszik szedből, de én nagyon bízom benne, hogy sikerül egy olyan kártyát kifogni, ami esetleg még nincs meg. Ugye szokás szerint megtekerjük azt a pakkot, kínálzzuk belőle a lehető legjobb kártyákat, amiket csak lehet kapni, és nézzük, 40 dust vagy, hát ez 40 dust, sajnos, igen. Hát ugye mind az 5 kártya megvan már nekem, úgyhogy ez most 40 dust, nem baj, ez most így sikerült, jövő héten reméljük, hogy jobb kártyákat találok a kis pakkomba. Na, hát ez volt az e-heti kocsmai bunyó Hearthstone terén. Szerintem ez egy nagyon jó kis kihívás, és aki mondjuk szeretne aranyat formolni, annak is nagyon-nagyon jó móka lehet. Úgyhogy, aki még nem csinálta meg esetleg ezt az e-heti kihívásnak, nagyon sok sikert kívánok hozzá. Kicsivel jobb kártyákat, mint amik nekem sikerült kinyitni. Kommentbe írjátok meg, hogyha esetleg ti valami extra kártyát tudtatok bontani. És jó játékot kívánok mindenkinek, és hamarosan egy új videóval fogok jelentkezni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!